Búcsú az óévtől. Nem értem, egyszerűen nem értem, zsörtölődött hamarhőmér tavaly tündér, miközben látszott rajta, hogy valamin ugyancsak töri a kobakját. Mi az, amit nem értesz? Kérdezte Kackiás Kázmér kirakelmester. Csak azt, hogy most nagyobb lettem egy évvel, vagy öregebb. Mert ha nagyobb, az jó, de ha öregebb, az nem olyan jó. Nyugodj meg, te még csak nagyobb leszel. Jó, jó, de azért öregebb is, nem? Úgy is mondhatjuk, de ez még alig látszik rajtad. Nem őszül a hajad, nem ráncosodik a bőröd, nem hullik a fogad. Dehogy nem, a fogam éppen hogy hullik, nem is olyan régen is kiesett egy. Kiesett, az igaz, de neked még nő helyette másik, mert ezek, amik most voltak, még tejfogak. Az igazi, végleges fogaid most jönnek elő, és ezek már a felnőtt fogaid. Miért? Neked már nincsenek tejfogaid? Azt hiszem, már csak egy van, az is a varrós dobozban emlékül. A többi helyett újak nőtek, de sajnos részben azok is kihullottak. Néha már arra gyanakszom, hogy ez a kis versike, amit gyermekként mondtunk, beigazolódott. Ha egy tejfogunk kiesett, mindig azt daloltuk, egér, egér, adok neked tejfogat, adjál érte vasfogat. Hát adott. Látod, én meg ezzel az évvel vagyok így. Nem mindig az történt, amit akartam. Hol rosszabb lett, hol jobb. Pedig olyan szépen elhatároztam, hogy új életet kezdek, és tessék, most megint kezdhetek egy másikat. Új életet akarsz kezdeni az új évben? Hát persze, nekem ugyan jó lenne ez a régi, de azért azt is tudom, ami rossz benne. Le kellene szoknom a körömrágásról, lehetne egy kicsit jobban tanulni, lehetnék szorgalmasabb is. Igaz, ami igaz, de azért szerintem ehhez nem kell új életet kezdened, csak egy kicsit változtatni a régin. Na ugye, én is így gondolom, de pont ilyenkor van vége az évnek, ezért aztán mégis új életet kell kezdenem. Én azt mondom, ne kezdj újat, inkább megveszem tőled mindazt a rosszaságot, ami a régi életedben van. Ez nem rossz. Tudod, néha visszabeszélek, nem figyelek az órákon. Egy kicsit a ruhámra is vigyázhatnék jobban, a többit már hallottad. Hű, majd elfelejtettem, fogat sem nagyon szeretek mosni, azt is megvehetnéd. Tényleg, mit adsz érte? Nem rossz kérdés. De azt hiszem, meg fogunk alkudni egymással. Arra gondoltam, ha te eladod nekem a rosszaságaidat, cserébe odaadom az új esztendő első álmát, amit álmodni fogok. És ha rosszat álmodsz, mert szilveszterkor vidámabb voltál annál, ami illik? Azt akarod mondani, hogy többet iszom? Remélem, nem így lesz. Ha pedig jól alszom, akkor biztosan szépet fogok álmodni. És mit kezdesz te az én rosszaságaimmal? Arra gondoltam, beleírom őket egy levélbe. Megcímzem a jövő év címére, és feladom. Így aztán maradnak az óévben, nem jönnek velünk az új esztendőre. Az nagyon jó lesz. Cserébe megígérem, hogy én nem kezdek új életet, hanem folytatom a régit, de rosszaságok nélkül. Tudod, azért nem szeretném ám, ha igazán megjavulnál. Olyan unalmas lenne. Ráadásul az emberre legalább annyira jellemző, hogy miként rossz. Egy kis rosszaság, elevenség marad azért benned, ugye? Ezt könnyen megígérhetem, mosolygott hamarhőmér tavaly tündér, de megpróbálom, hogy tényleg csak kicsi legyen, jó? Ennek azt hiszem nem egyedül örülnék, ingatta a fejét Kackiás Kázmér.